Sziasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek, ez itt az év utolsó dobbantója. Ma reggel az Instagramon olvastam, hogy ma van a nosztalgia napja, és ennek nagyon megörültem. Egészen addig, amíg utána nem néztem a Google-ben, és egyetlen egy helyet találtam, Uruguayban van nosztalgia napja, augusztus 25-én. Úgyhogy ez nem stimmel, de mi ma este nosztalgiázni fogunk, ugyanis meghívtuk körünkbe a DXN európai úttörőjét, és ők fognak nekünk olyan sztorikat mesélni, amit talán még nem is hallottunk. Úgyhogy szeretettel köszöntök mindenkit, és át is adom a szót az első úttörőnek, Anikunak és Lacinak, és megkérlek titeket, hogy akkor meséljetek valami jó sztorit. Leges legelejéről valami. Szeretettel köszöntök mindenkit, ugye itt a webinárium előtt megkérdeztük Zoliékat, hogy rögzítve lesz az esemény, mert nyilvánvalóan, hogyha nem, akkor teljesen más sztorikat is tudunk hozni. Egy kicsit szelektálnunk kellett. Nyilvánvalóan rengeteg történet van az elmúlt 11 évből. Most a kérés az volt, hogy a legelejéről meséljünk egy kicsit, meséljünk néhány történetet. Én azt gondoltam, hogy a legeleje az a történet, amikor először voltam kint Malajziában, 2008. július végén. És ugye azt kell erről a történetről tudni, hogy hát akkor az angolom az elég gyenge volt, és nem akartam semmit a véletlenre bízni, ezért vittem magammal egy profi angol tolmácsot, tehát ketten vágtunk neki ennek az útnak, és hát már akkor is ismertük Polákini barátunkat, aki mint repülőjegy értékesítő egy nagyon fantasztikus helyet szerzett nekünk, ugyanis megsúgta, hogy a legjobb vétel az az Egypter, Kairon keresztül, és most van egy ilyen nagyon-nagyon speciális promóció, el se tudja képzelni, hogy hogyan, de odafele igazából pár ezer forinttal többé mehetünk business class-on. Úgyhogy business class-on utaztam odafele Malajziába, kényelmesen ki tudtuk magunkat pihenni, végigaludtuk az utat, és amikor így megérkeztünk Kuala Lumpurba, akkor most így nagyon szégyellem, így eszembe jut, hogy mennyire amatőr utazó voltam, pedig előtte is azért jártam egy-két helyen, mondjuk olyan messzire nem utaztam Ázsiába, hogy nem volt semmi szállásunk, semmi, tehát egyetlen egy biztos pont volt úgymond az életünkben, egy másnap reggel, azt hiszem 9 vagy 10 órai találkozó a DXN-nek az irodájába. Tehát megérkeztünk a repülőtéren, mint két világtalan, és akkor ott elkezdtünk keresni valami szállást, hogy akkor hova megyünk. Igazából annak sem néztünk utána, hogy hát még több mint 80 kilométer ugye a repülőtér és Kuala Lumpur távolsága. Tehát ugye valahogy egy taxival beverekedtük bennünket a központba, és egy szállodába, és akkor ott foglaltunk, azt hiszem két éjszakára szállást, ugye, hiszen egy hétre mentünk, de nem tudtuk még a pontos programot. És ugye több embertől hallottam már azt a kifejezést, hogy hát a jelek. A jelek azok mit jelentenek, és hát nekünk ezek a jelek akkor azt jelentették, hogy felejtsük el ezt az egész dolgot, ugyanis rögtön az első nap a találkozás ez úgy indult, hogy ugye mi bátran hívtunk egy taxit a szállodához, akinek ugye megmondtuk a címet, és hát ez az illető eltévedt, annyira eltévedt, hogy közben így meg kellett neki állni tankolnia is, mert a benzin is elfogyott az autójából, és hát szerencsére akkor már volt mobiltelefon, és hát így odaadtam a mobiltelefonomat a taxisofőrnek, hogy akkor próbálja meg a DXN-esekkel megbeszélni, hogy akkor pontosan hol van ez az iroda, hogy oda találjanak. Ugye ez egy Kuala Lumpurnak egy nem peremkerülete, de egy városrész, egy külön városrészet, tehát nem pont ugye a központja, ez a PG, ahol van az iroda. Na és akkor hát úgy jutottunk el az irodához, hogy hát igazából a taxisofőr egy idő után feladta, hogy megtalálja ott az irodaházak tömkelegébe, hogy a DXN-esek jöttek elénk. És akkor úgy mentünk be tulajdonképpen együtt az irodába, tehát ezek szerintem mi olyan jelek voltak, amire egy átlagember azt mondja, hogy hát akkor ez itt valamit jelent, úgyhogy ezt felejtsük el, ezt a dolgot. És akkor igazából az első napot találkoztam néhány menedzserrel, és elbeszélgettünk arról, hogy ők mit szeretnék, én mit szeretnék, és honnan jöttem, mit akarok, és hát akkor ugye a beszélgetés vége az volt, hogy hát oké, hogyha szeretnék továbbiakat is, akkor az első lépés az, hogy be kell regisztrálnom.
úgyhogy ez ott rögtön meg is történt, és beregisztráltunk a DXM-be, közösen, mint házaspár, és igazából innen kezdődött el az útnak a szervezése. Ugye nekem egy nagyon komoly és határozott elképzelésem volt, hogy mit szeretnék ott megnézni, és mire vagyok kíváncsi, és ebben a kívánság listában például ugye volt egy olyan pont, hogy szeretnék hallani egy marketing terv prezentációt, nem egy üzletépítőtől, hanem egy alkalmazottól. Erre azért volt szükségem, mert ugye egy alkalmazott az nem motivált abba, hogy jobb színben mutassa be tulajdonképpen azt, ami. És én emlékszem arra, hogy 11 évvel ezelőtt, vagy most már ugye lassan 12 évvel ezelőtt nekem ezt a prezentációt a Mr. Asi is tartotta meg, aki akkor még elég kezdő és zöldfülű DXN-es volt, ma már ugye ő az egyik marketing igazgató, tehát ő tartotta ott meg nekem nagy lelkesen a marketing terv bemutatót a Kuala Lumpur irodába az első nap. Utána leutaztunk, lerepültünk Alorszetárba, és megnéztük a farmot, megnéztük az ültetvényeket, majd utána vissza a Kuala Lumpuri irodába folytattuk a megbeszéléseket. Tehát ez volt az első ilyen élményem Maláziával kapcsolatban, és a DXM-nel kapcsolatban. Át is adom a szót Anikónak, aki meséli a következő történetet. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nekem is nagyon kellett gondolkodnom, hogy mi az a sztori, ami publikus, és amit elmesélhetek itt nyilvánosan. Hát, nagyon kíváncsi. Nagyon sok történetünk van, de ha kezdetekre gondolok, akkor az első szó az negatív, ami eszembe jut, az a lemondás, mert bizony nagyon-nagyon sokat kellett egymást nélkülöznünk, mert ugye már akkor is sokat utazott Laci. De egy konkrét sztorit hoztam nektek, az pedig az, hogy ugye amikor még nem volt bent hivatalosan a cég Magyarországon, illetve Európában, akkor ugye mi Maláziából rendeltük meg a termékeket, összeszedtük csoportosan a megrendeléseket, ugye hosszú-hosszú idő volt, ugye mire megérkezett az áru ide, mi mint magánszemélyek rendeltük azt be, és mi vámoltattuk le, nekünk kellett érte a reptérre menni, hoztuk be, vagy idehoztuk hozzánk a mi házunkba, és mi osztottuk szét, ugye, hogy kinek milyen árut kell megkapnia, és egy ilyen eset kapcsán, amikor érkezett az áru és válogattuk, akkor a gyerekek is ott voltak és segítettek nekünk. Ezek a nagy gyerekek, akik a nagy gyerekek, gyerekek voltak. Akik akkor ugye azért a gyerekek voltak, és meglátta a Kristóf fiunk a kokozit, és mondta, hogy jó, akkor én most megkóstolhatom a kokozit. És a Laci mondta, hogy nem, majd ha megnyílik a piac, és lesz itt van, hivatalosan árul majd, akkor addig nem, mert sokkal fontosabb, hogy mások kapják meg először az árut, mint hogy mi megkóstoljuk. Ezt a történetet nagyon-nagyon sokszor emlegetjük azóta, nem csak mi, hanem a gyerekeink is, hogy nem ihattak kokozit. Hát én még egy másik történettel kezdem, készültem, és megadom itt a lehetőséget másoknak is, hogy meséljenek, illetve még Anikónak is, aztán van egy története. Majd ezt az after party okay. Tehát ez ugye akkor nekem a munkarendem tulajdonképpen az úgy nézett ki, hogy általában hajnali 4-kor kezdtem, hiszen ugye az időeltolódás miatt ugye télen ugye 7 óra az időeltolódás, tehát akkor már 11 óra volt Malajziában. Tehát hajnal 4-kor kezdtem, hogy tudjak kommunikálni az illetékes osztállyal. Ugye aztán napközben intéztük a regisztrációt, meg a papírmunkát, és hát este 8 órakor pedig majdnem minden este ugye webkonferencia volt, vagy előadás volt. Tehát elég intenzíven teltek a napok, és hát az én történetem, remélem, hogy Józsi nem ezt szerette volna elmondani, akkor előre elnézést kérek tőle. Tehát az egyik sztorit szeretném elmondani, hogy az első ilyen nagyon meghatározó élmény a DXN kapcsán. Nem, meghagyom ezt a sztorit inkább a Józsinak. Inkább akkor mesélek egy másik sztorit. Ami most így hirtelen eszembe jutott, és egy nagyon érdekes sztori volt. Ugye másodszorra, amikor utaztam ki Malajziába, akkor már nem védtem tolmácsot, egy másik úriemberrel mentem, és már akkor az angol is egy kicsit
jobban ment, és aztán meg valamikor október tájéken volt, és a dolog úgy nézett ki, ugye, hogy amikor először voltam kint, akkor a DXN-nek a menedzsmentje azt mondta nekem, hogy hát nagyon örülnek, hogy eljöttem ide, de hát már más is jött Európából, mégse történt semmi. Tehát majd akkor jöjjek vissza, hogyha van legalább 500 ember, aki beregisztrált a lány, és akkor meg tudjuk folytatni a megbeszéléseket, hogy hogyan nyissuk meg az európai piacot. Most ugye az 500 ember, ez kevesebb, mint egy hónap alatt meg volt, és ugye utána nem lehetett megállítani a folyamatokat, tehát ugye én folyamatosan úgymond vertem az asztalt, hogy oké, hát akkor lépjünk tovább, és akkor csináljuk. És hát nem mentek olyan gyorsan a dolgok, ahogy én szerettem volna. Egy utólag visszagondolva nagyon gyorsan mentek, hiszen ugye július végén voltam, és hát március elején megnyílt a piac, tehát ez egy nagyon gyors sebesség volt, de akkor nyilván ez nem úgy tűnt nekem. És hát ugye a Jane-nek, aki akkor már a szponzorom volt, kértem a segítségét, hogy próbáljon összehozni az elnök úrral egy találkozót, ahol meg lehetne gyorsítani a folyamatokat. Na és ugye hát akkor mondta a Jane, hogy leszervezte ezt a találkozót, eljött ugye októberbe, utaztam ki másodszor a DXN-hez, és hát ez egy nagyon speciális találkozó volt, az irodába szervezték le, és hát mondták, hogy hát az, hogy az elnök úr hihetetlen elfoglalt, és hát nem biztos, hogy létrejön ez olyan hosszúsággal az a találkozó, hogy én szeretném, de hát legyek türelemmel, stb. Meg volt beszélve, hogy nem tudom, 11 órakor találkozunk, vagy 10 órakor körülbelül egy ilyen időintervallumban az irodába. Mi ugye már sokkal korábban oda mentünk, elkezdtünk a többi menedzserrel beszélgetni, és hát emlékszem rá, hogy mikor megvolt az elnök úr, nem tudom, most mondok egy például, 11 órára jön, akkor előtte durván egy ilyen 45 perccel jött egy ilyen előfutár, és akkor közölte, hogy hát akkor igen, akkor 45 perc múlva itt lesz az elnök úr. Mindenkinek láttam a feszültséget az arcán. Ugye rajtam nem volt, mert nem tudtam, hogy ki lesz az, és hát rögtön elnézést is kért ez az előfutár, mert mondta, hogy hát sajnos az elnök úr nagyon elfoglalt, és ezért csak 15 perc lesz a számomra, de hát biztos így is hatékony lesz a megbeszélés. És hát nagy meglepetésünkre, ugye megérkezett az elnök úr, ezen a megbeszélésen már a Jane is ott volt, megérkezett az elnök úr, teljesen lazán elkezdtünk beszélgetni, és hát egy másfél-két óra múlva megkérdezte, hogy hát nem vagyok-e éhes, mert akkor esetleg rendelhetnénk pizzát, és több mint 4 órán keresztül tartott az első megbeszélés, nagyon kellemes jó hangulatban, és teljesen fesztelenül tulajdonképpen tudtunk nagyon sok mindenről beszélgetni, és hát ez egy nagyon meghatározó élmény volt számomra, egy nagyon pozitív benyomás volt, hogy igen, a cég mögött egy ember áll. Ez egy nagyon fontos üzenet volt számomra. És akkor elmondom az utolsó sztorit, hogy akkor Józsi is érezze a törődést. Tehát ugye ez már egy közös élmény volt a Józsival ez a történet, amikor először közösen voltunk Malajziában, és ugye kitaláltuk egyik reggel, senki nem hívott bennünket, ugye ez nem voltunk Alorszetárba, a DXN-nek a központjába, és ugye onnan, hát nem tudom, egy 15 perc, 20 perc kocsival a DXN Farm, ugye Csitrán, és hát én valahonnan megtudtam, már pontosan nem tudom, hogy mik voltak a részletek, hogy aznap egy családi nap lesz a farmon, és akkor hát szóltam a Józsinak, illetve még egy velünk lévő barátunknak, aki azóta már sajnos nem dolgozik a DXN-nél, hogy hát mi lenne, hogyha kimennénk és megnéznénk ezt a családi napot, én kíváncsi vagyok rá. És hát ők rögtön benne voltak, beültünk egy taxiba, és hát megjelentünk így vasárnap reggel ott a farmon. Nagyon nagy meglepetés övezte az érkezésünket, nem számítottak ránk. Ugye, hiszen ugye rögtön, hogyha tudják, hogy ki akarunk menni, akkor kivittek volna oda bennünket. A lényeg az, hogy durván ott egy olyan 1500 ember volt ezen a családi napon, és ennek a 1500 embernek a nagyon nagy többsége nepáli származású üzletépítő volt, akik Malajziában élnek, rengeteg busz volt, az 1500 ember, el lehet képzelni, hogy hány busz volt ott, tehát hatalmas tömeg volt, és hát ugye ami nagyon meghatározó élmény volt, hogy hát mi azért a Józsival úgy átlagban kétszer akkorák voltunk minden nepáli üzletépítőnél, magasságra is, hát úgy, hogy abszolút ott kirítunk a tömegből, úgymond, és hát nem azt mondom, hogy akkor láttak először fehér ember, de hát azért nekik is ez egy meglepetés volt, egy ilyen testtömegindexű, ilyen mennyiségű fiatal emberrel találkozni, és hát hihetetlen mennyiségű fotót készítettek velünk,
és emlékszem, hogy én a mellékhelyiségben nem tudtam elmenni, mert ugye elindultam abba az irányba, de hát állandóan megállítottak bennünket, és hát hihetetlen szeretettel, hihetetlen barátsággal fogadtak bennünket. Mi akkor ugye senkik nem voltunk még így a DX-ennél, és mégis az érdeklődés, a szeretet, amit ott megtapasztaltuk, ez fantasztikus volt. Úgyhogy én így az első időszakban ezt a három ilyen élményt hoztam így röviden, és Anikónak is van egy nagyon kedves, kedvenc története, ami nem a kezdetekről szól, hanem egy másik kezdetről, amikor az olasz piacot indítottuk el. Ugye nekünk több kezdet volt, nekünk minden országnak a megnyitója egy kezdet mindig, és amikor az olasz piacot nyitottuk, ugye utolsó pillanatban lettünk kész az irodával, amikor már az iroda megnyitó volt, még akkor pakoltuk fel a polcokra a zárut, és mi nagyon korán bementünk Lacival, hogy ott az alkalmazottakkal még tényleg minden rendben legyen, felkerüljön az utolsó áru, gyönyörű rend legyen, stb. És a megnyitó ünnepség az egy szállodában volt, és az iroda megnyitó után mentünk a szállodába, vagy abba a szállodába, de mi máshol laktunk. És mielőtt az iroda megnyitó volt, ugye nekünk még haza kellett menni, átöltözni, letusolni, és nagyon-nagyon siettünk, taxival rohantunk, hogy átöltözzünk, és odaérkeztünk a szállodába, rohantunk volna a fürdőbe, és a Laci kiabált a fürdőbe, hogy nincsen víz! Érjük el, hogy nem tudtunk letusolni, úgy mentünk az iroda megnyitóra, de nyilván megoldottuk, mert hát ugye azért úgy olyan állapotban nem lehetett elmenni, és a fiunknak, meg az asszisztensünknek mondtuk, hogy menjenek, és amennyi vizet tudjanak, vegyenek a boltba, úgyhogy ásványvizet öntöttünk magunkra, úgyhogy így sikerült megoldanunk ezt, és hát ez egy ilyen nagyon emlékezetes történet. Jó, hát részünkre ennyi. Köszönjük szépen, és hogyha maradtok még az after party-ra, ugye, akkor biztosan lesz kérdésünk, nekem már van is, de majd akkor. És akkor Józsit, mivel többször is megszólítottad, és egyébként is ő a rangidős, úgymond, akkor Józsi, átadom nektek a szót, és meséljetek ti is. Oké, mindenkit köszöntünk mi is, nagyon nagy szeretettel, és hát történetünk annyi van, hogy szerintem évkérig mesélhetnénk, ezért én nem is mondom, hogy egy történet, hanem elkezdem, aztán majd valahol vége lesz. De inkább valami kezdje el, mert... Jó, majd megszakítom magam, jó? Szóval, sok minden eszembe jutott, és azt gondoltam, hogy beszélek egy kicsit arról, hogy hogyan jártunk Romániában együtt, mert akkor ott is voltak már service centerek, így az első évben volt ez valamikor, 2009 telén lehetett. Hogy nem tudta megoldani az István, hogy hogyan érjen ki a termék, és megkérdezte, hogy nem megyünk-e éppen véletlenül Romániába. Hát akkor mondtuk, hogy akkor éppen most ugye Romániába megyünk, el kéne vinni a termékeket. És kaptunk egy csomó cuccot, meg papírokat, meg mindent, és az egyik elme az volt írva, hogy Besterce. És én azt gondoltam, ez ugrott be, hogy Besterce biztos Szlovákiában van. Úgyhogy még jó, hogy valakinek mondtam, hogy figyelj, azért ez nem fog működni egy-két nap alatt, mert hogy ennyi országot végigjárni. De milyen országokat akarsz végigjárni? Hát mondom, Besterce, Szlovákia, aztán utána Románia, Kolozsvár, meg nem tudom, hol kéne menni. Még jó, hogy ezt megkérdeztem, mert elindultunk volna Besterce bányára. Szlovákiába, de hát Besztercére kellett menni, Romániába. És kijöttünk, akkor kezdett el esni a hó, amikor átértünk a határon. Mindenféle eszközzel takarították a havat Romániába egyébként, tehát ilyen traktor ment világítás nélkül, és hátra mögött mindenféle ilyen cuccokat húztak, de azért eljutottunk odáig. Közben telefonon folyamatosan kapcsolatban voltunk ezzel a besztercei társasággal, miután már Kolozsvárról lepakoltunk, és megbeszéltük, hogy melyik benzinkúton találkozunk. Oda mentünk, újra próbáltuk őket hívni, akkor nem vették fel, hát jó van, akkor várunk. Lehet, hogy mi mindig ott várnánk, hogyha megvártuk volna, mire oda jönnek, mert ezek úgy eltűntek, mintha nem is lettek volna, úgyhogy ott egy idő után feladtuk, és azt az árut azt hazahoztuk, amit oda vittünk volna. Nem tudom, hogy végül kikerült, kijutott-e, vagy valami történt-e ott. Úgyhogy elég kalandos volt, főleg, hogy tényleg szakadó hóba kellett végigmennünk.
ez volt egy nagyon szuper élmény, együtt tudtuk tölteni akkor is az időt. Hogy megszépíti az idő az élményt, mert ez az orgival történt. Ez nem bőle. De bele is mentünk, szóval jó, oké. Akkor is voltunk. Oké, tehát ez akkor az orgával történt. Jó, akkor te neked a történet. Hát, ugye az MLM az a másolódás üzlete, de én mindenkit arra biztatnék, hogy ezt ne másolja, amiről most fogok beszélni. Tényleg ne. Én azzal a történettel készültem, ez 2008 novembere, amikor egy szép napon dolgozott a Józsi a buszba, és jött egy telefon neki, félig magyarul, félig szlovákul, hogy egy hölgy nagyon komolyan érdeklődik, és szeretne találkozni velünk, Szlovákiába menjünk át, és nagyon sok terméket is kér, kávét, kakaót, kapszulát, mindent, mert össze fog hozni bennünket egy ottani nagyon komoly hálózatépítővel. És akkor hazajött a Józsi, mondja, hogy hát ő annyira jól nem értette, hogy miről van szó, mert akkor még a Koncsolova Marika nem nagyon gyakorolta a magyar nyelvet, és olyan, hát egy ideig utána sem nagyon értettük egymást, akkor képzeljétek, egy telefonban megy a busz, dolgozik. Na elég az hozzá, hogy az összes pénzünket, sőt, nem csak a mi lévünket, hanem még egy kicsit ugye kijebb is mentünk. 40 ezer forintnyi terméket vásároltunk, az 2008-ban azért nagyon szép összeg volt, főleg úgy, hogy hónap vége üres a pénztárcát, jön a december, szerettük volna, hogy majd menjen el ugye a decemberi maláziai utazásra, hogyan oldjuk meg mind. Na mindegy, megvettük a termékeket, hát üres kézzel nem fogunk kimenni. Jött a következő próbatétel, hogy az autónkon nyári gumi volt még, és leszakadt a havas jeges eső. Úgyhogy majdnem, hogy azt mondhatom nektek, hogy elkorcsolyáztunk Szlovákiába. Odaértünk a mi kis ütött kopott autónkkal, megálltunk a csárda előtt, egy gyönyörű autó mellett. Már így kezdődött, hogy a Laci mondta, hogy jelekre figyelni, és fú, de gyönyörű az az autó, nem akár kivel fogunk mi tárgyalni. Mentünk ebbe a csárdába, biztosíték rögtön kiütődött, mert nem dohányzunk, nagyon utáljuk is a dohányfüstöt, és ez pedig egy dohányzós csárda volt. Úgyhogy képzeljétek, hogy bementünk este, szakadó, jeges esőben vágni lehetett a füstöt, leültünk egy asztalhoz, megismerkedtünk a Koncsalova Marikával és a nagyon profi MLM-es barátjával, és hát beszélgettük, megmutatta Józsi a lehetőséget. Egyszer csak mondja, mondjuk, hogy jó, hát akkor hoztam neki a kakaót. Mondtuk, hoztunk nekik mindent. Hát ő csak egy kakaót kért. Na hát, és akkor úgy éreztük, hogy na hát ebből aztán mi lesz. Jó, elbúcsúztunk egymástól. Maradt az autóba a majdnem 40 ezer forintnyi termék. Mivel ugye már jó késő volt, az út még jobban lefagyott, és akkor képzeljétek el, hogy ugye a jelekre figyelni, hogy nekünk ez egy nagyon-nagyon jó pozitív jel volt, mert beszálltunk az autóba, elindultunk, és csak nevetünk is hazáig. Vagy nem igaz, hogy még két ilyen őrült ember van, hogy ezt így bevállalta volna, hogy nem is igaz, hogy normálisak vagyunk. De hogy ebből akkora üzlet, mert figyeljük majd, mert hogy ebből akkora üzlet lett, holott a Marika megmondta, hogy életében még az MLM-et se hallotta, nem, hogy értene hozzá. És aztán hazajöttünk nagy békességgel, szeretettel, a gyerekek már tűkön ültek, hogy egyáltalán hazaérjünk készségbe. És mennyi idő telt el? Egy hónap talán, mikor a Marika jelentkezett, hogy akkor ők elindítják Szlovákiát. Fantasztikus. Ez így volt való. Nekem még van kettő, sokkal több is van, de most kettő, amit el szeretnék mondani. Az egyik, az egy utazáson történt, nem azon, amiről a Laci előtt beszélt, hanem egy utána levő utazáson, amikor Maláziában voltunk, akkor már ez egy jutalom út volt, gyakorlatilag minősülni kellett rá, és voltunk ott a 30-an körülbelül egész Európából, és mentünk kirándulni. Penang szigetén
megálltunk az autóbusszal, és amíg odáig mentünk, ahol majd elindulunk egy gyalogúton, egy ösvényen, föl egy buddhista kolostorba, addig az idegen vezető beszélt nekünk sok minden dolgot, és Laci pedig fordította. És ugye az előbb mondta, hogy mennyire nagyon jól beszélt angolul. Ehhez nem járulok hozzá. Nem járulok. Azért azt elmondom, hogy amikor legelőször voltunk, akkor is Laci fordított mindent, és ott a spirulina medence mellett nagyon lelkesen mutatta be azt a medencét a hölgy, akitől kiküldtek, hogy nekünk beszéljen, és akkor Laci mondta, hogy nagyon érdekes dolgokat mond a hölgy, de igazából erre nekünk soha nem lesz szükségünk, de most megint nagyon jó dolgokat mond. Tehát tényleg mit mond? Nem számít, hogy mit mond, de nagyon jó beszélt, és nagyon lelkes, és mi is legyünk nagyon lelkes. Valahogy így zajlott a tolmácsolás. Na, ennél sokkal jobb volt már, amikor ez a másik utazás volt, amiről most beszélek. Úgyhogy az idegenvezető mondta a dolgokat, és Laci fordította, hogy itt majd, amikor megyünk fölfelé, akkor lesznek ilyen árusok, akik zöld leveleket árulnak, és abból mindenképpen vegyünk, mert kicsit később pedig ott lesznek a koldusok, akiknek pedig ezt a zöld levelet oda kell adni. Nem így volt, félreértették, de ez már nem. Ez így volt. Oké, hát akkor vegyünk, és egy ringet lehetett venni mindenkinek. Mindenki egy csokor zöld levéllel ment fölfelé, és vártuk, hogy majd hol lesznek a koldusok. És aztán egyszer csak láttuk, hogy kiszélesedik a tér, és ott a gyalogút közepén egy ilyen rácsos épület, és hogy az emberek ott dobálják be a zöld leveleket. Jó vég, hát ott hol vannak a koldusok? Azt gondoltuk, hogy a koldusokat be vannak zárva, és akkor itt az emberek ilyen zöld levelekkel tetetik őket. Oda mentünk velük, hát koldus nem volt egy darab se, de teli volt teknős békával. Aztán kiderült, hogy igazából az idegenvezető ezt mondta, csak Laci félreértette a dolgot, és koldusokra veszett, megedettük aztán a koldusokat, és jókat nevettünk ott. Van erről fotó is, meg videó is, úgyhogy nem lehetett adni a dolgot. És még egyet ugranék, mert aztán a legelső hajóúton is történtek dolgok, de ezt soha nem fogjuk elfelejteni, amikor az egyik reggel isztünk a nagy étterembe, és nagyon tetszett nekünk, hogy rengeteget lehetünk, és mindenféle dolgokat, és a mi családunk amúgy is szeret enni, úgyhogy mi aztán bevállaltuk az egész csapat helyett is. Az asztalunk már tele volt edényekkel, kiürő tányérokkal, azt így gyűjtöttük az asztal szélén, és hogy ne üljenek a helyünkre, hol az egyik, hol a másik mente újabb adag ételért. Nagyon jó kedvünk volt, amikor egyszer csak jött a pincér, és el akarta vinni az üres tányérokat, amikor egy toronyként álltak az asztal szélén, és nyúlt is érte, meg is mozdultak a tányérok, holva pedig nem látta, hogy mi történik, mert pont velünk beszélt, csak azt vette észre, hogy mozgás van, és attól tartott, hogy le fognak esni a tányérok, úgyhogy így rávágott a tányérok, hogy megállítsa. A pincér akkor átugrott, hogy majdnem feldőzött a szomszéd asztalt, mondta, hogy akkor, hogyha nekünk kellene, hogy üres tányérok, akkor lesz így vagyok. És mondta, hogy rájöttünk, hogy mi helyzet, akkor mondta maga, hát vigyen nyugodtan, ő ne. Oda küldte egy kollégáját, hogy vigyen elő, mert én is nem. És onnantól kezdve minden reggel, hogyha minket meglátott, akkor nagy térbe kikerült, és nem adott nekünk semmit, nem ételtünk semmit, csak voltak jó dolgok, meg hát még beszélték sokáig. De inkább most a Sanyi is beszél. Én egyet még egyet. Ja, nagyon gyorsan, csak ezzel összetettem. Én nagyon hiányolok egy sztoridat. Jó. Hogy ugyanezen az úton, ugye azzal zárult a hajóút, akkor tudtuk elvinni a gyerekeket a jól megítélt hajóútra. És azzal zárult, hogy mint a filmekben is látjátok, meg aki volt velünk, azt tudja, hogy utolsó este volt, ugye? Körbe mennek a pincérek, és akkor megy ez az olasz zene, ez a... Milyennek a cím? Ez a...
Na, és a gyerekekben annyira bennmaradt ez az élmény, de annyira, hogy éveken keresztül ezt valahol meghallották, akkor fölhívtak bennünket, hogy anya most itt vagy, ott megy ez a zene, vagy a bevásárlóközpontban, ha meghallották, akárhogy. És most például, hogy csak a Sári volt velünk, képzeljétek el, hogy illatot kértek. Hogy annak a hajónak az illatát, mert most is ugye MSZ-n voltunk, ha olyan illatot tudnánk szeretni, és hoztunk nekik ajándékba MSZ-s parfümöt, és most úgy szagolgatják otthon, mint valami erekét. Nem üzletépítés, de, hogy, de ez a DX-en, úgyhogy. Na, köszi! Szuper! Cipősztori, akkor most nem lesz? Szomorúak vagyunk. Hol a cipőd, Józsikám? Nem, az sírós. Az nem. Miért? Sírós. Hát akkor közkívánatra, Józsi, hát azt muszáj elmesélni. Jó. Hagyj ki a sírós részben. Oké. Azt történt, hogy Szingapúrban is sikerült minősülnünk az első szingapúri utazásra, és mikor kijöttünk, egy nagyon pici szállodába, vagyis nem a szálloda volt pici, hanem a szoba volt pici, de első éjszaka megszálltunk. Hogy hívták? Mindegy, 2-3 méterre. Igen, kicsit, valami mindegy. Sportszala Hotel, vagy valamilyen volt a neve. És akkor derült ki, mikor kinyitottuk a bőröndet, hogy én nekem itthon maradt a cipőm. Éjszaka 2:30-kor fölébredtem erre, hogy otthon maradt a cipő. És onnantól egy dekát nem tudtam aludni, arra vártam, mikor ébredt föl, mert tudjátok, hogy mennyire türelmes, mennyire együtt érni, meg minden, és mondom, ha reggel fölébred, nekem meg kell mondanom, hogy otthon maradt a cipő. Aztán elérkezett a pillanat. Aztán, hogy ez a zöldöny cipő volt. Igen. Igen. Az öltönyhöz való cipő volt, tehát azt hiszem. Amivel meg kellett volna majd a hajó jelennünk a gála vacsorán, meg a rendezvényen mindenhol. Így van, tehát nem volt cipő. Úgyhogy én előttem egy felrémlett, hogy majd szontába vagy papucsba fogok rávenni, és mellette öltönybe. De aztán utána később kiderült, hogy nem is lett volna gond, mert hogy nem életem volna egyedül. Voltak ott a rázsiai. Rózsaszín papucs, bos öltönye. Volt ilyen. És, de hát mondtam, hogy kéne keresni cipőt, és akkor kerestünk cipőt. De hát Szingapúrban voltunk, ott Ázsia kerül cipőt. És akkor, tehát nekem 46-os a lábam alapból, de inkább kicsit nagyobb. Ekkor a cipő nem létezett egyáltalán, hiába kerestünk bárhol. Hát legalább 10 bolta volt. Hát, vagy még több. Na és aztán be kellett szállni a hajóra, úgyhogy elmentünk, becsekkoltunk, és utána menjünk még ki a terminálba, és nézzük meg, hogy lehet-e találni cipő. Van-e cipő? Hát volt. Találtunk cipőt, nagyon kényelmes. Azért mondom, nagyon kényelmes, mert a mai napig hordom. Tényleg nagyon kényelmes. És hát megvettük azt a cipőt. De Bali utána mondta is valahol, hogy igazából korábban az egész családnak nem vettünk ennyi cipőt, mint amennyibe az került. Az összesen az egész családnak ez 2011-ben volt, ugye? Igen. Igen. 30 vagy 35 ezer forint volt a cipőnek az ára. Na igen, megvettük a cipőt, és akkor az volt a jó, hogy erre kaptunk egy-két megjegyzést a barátainktól, mert aztán utána ez miatt fel tudtunk szabadulni, főleg a Vali, mert nekem meg volt a cipő, úgyhogy minden rendben volt, ő neki ez nagyon a lelkében. És akkor mutattuk, hogy vettünk cipőt, és akkor kérdezte azt, hogy mennyibe került. Mondtuk, hogy megjött. Na, az igen, azt mondja. Mi lehetek Szingapúrba cipőt venni? De azóta megvan a cipő. Ez egy jó történet. Meg utána még mondta, hogy tudtok aztán nagy lábon. Ja. És Józsi, ők a filmkarjukat odaadták volna érte, hogy végre húzhatnak téged valamivel hosszú éveken keresztül. Köszönöm szépen a sztorit neked is. Köszönöm. És akkor hadd adjam át a szót Buzsi Sanyinak, aki szintén fog nekünk sztorikat mesélni. Hallgatunk, Sanyi. Sziasztok! Hát én egy rövid sztorit hoztam 2009-ből.
Ugye Józsi adta az ötletet hozzá, hogy a szuper konzultációnak a történetét mindenképpen meséljem el. Ugye 2009 volt a piacnyitás éve a magyar piacon, Magyarországon, és hát ugye mi nem voltunk ott már rögtön a kezdeteknél, mi egy fél évvel körülbelül a piacnyitás után csatlakoztunk, és hát ebben az évben, ugye az első évben volt egy ilyen malajziai versenykiírás, ami arról szólt, hogyha valaki évvégéig eléri a gyémánt szintet, és van két Rubin munkatársa, akkor az ugye elutazhat Malajziába. És hát ez egy kéthetes utazás volt akkor. Mi igazából nem is nagyon tudtunk róla, nem is foglalkoztunk vele, ugye mi 2009. augusztusában csatlakoztunk, és hát ugye az elején nem is tudtunk arról, hogy van egy ilyen versenykiírás, amikor megtudtuk, akkor pedig már biztosak voltunk benne, hogy abszolút esélytelenek vagyunk ugye arra, hogy 4 hónap alatt évvégéig gyémántok legyünk két Rubin munkatársal, úgyhogy igazából egyáltalán nem volt ez nálunk fókuszban. Viszont a meglepetés ugye az akkor ért minket, amikor kiderült 2010. januárjában, hogy valami miatt maradt néhány üres hely az utazócsoportban, és valamiért mi lehetőséget kaptunk arra, hogy csatlakozzunk ehhez a társasághoz. Igaz, hogy ugye a mi részvételi díjunkat nem a cég fedezte, tehát ezt nekünk kellett kifizetni, és hát érkezett egy telefon, hogy hát el kellene döntenünk azt, hogy akkor a csapattal tartunk, vagy nem. Ugye megtudtuk azt is, hogy ez ugye fejenként 430 ezer forintba került akkor az utazás, tehát kettőnknek 860 ezer forintot kellett fizetni azért, hogy csatlakozhassunk a csapathoz, és kaptunk ugye egy órát arra, hogy eldöntsük azt, hogy bemenni vagy nem. Az igen. És hát én igazából már a beszélgetés elején szívem szerint ugye nemet mondtam volna, mert tudtam, hogy nem tudunk most ennyi pénzt kifizetni, ugye azért csatlakoztunk a DXN-hez, hogy pénzt keressünk, nem azért, hogy megköltsünk egy csomó pénzt. Viszont kihasználtuk ezt az egy órát gondolkodásra, és hát ugye mérlegre tettünk mindent, tehát tudtuk azt, hogy 2 hétre elmenni Malajziába, az egy baromi jó élmény. De igazából nem is ez nyomott sokat a lakban, hanem az, hogy tudtuk azt, hogy minden magyar DXN gyémánt ott lesz ezen az utazáson. És elkezdtünk azon gondolkodni, hogy 2 hetet együtt tölteni az összes magyar gyémántal, és beszélgetni velük, és úgymond húzni belőlük a sikerük titkát, hát ez egy olyan lehetőség, amire nem lehetne megmondani, tehát ki tudja, hogy az életben mikor jön még egyszer egy ilyen lehetőség, úgyhogy végül úgy döntöttünk, hogy vállaljuk ezt a költséget, és ugye elutazunk 2 hétre a gyémánt csapattal Malajziába, hogy ezt akkor hitelből tudtuk megtenni, vagyis hát kölcsönből tudtuk megtenni, ami egy újabb motiváció volt arra, hogy ha majd hazajövünk, akkor dolgozunk az üzletben, és amiből visszafizetni ezt a kölcsön. Viszont tényleg óriási élmény volt, és rengeteget beszélgettünk ott mindenkivel, ott kerültünk nagyon jó barátságba tulajdonképpen mindenkivel, és hát igazából azt képzeljétek el, hogy akkor ott Malajziában összesen 10 gyémánt volt. Tehát annyi gyémánt volt Magyarországon, akikkel egy kis asztal köré le lehetett ülni, és lehetett beszélgetni. Úgyhogy tényleg erről szólt ez a 2 hét, hogy bárhová mentünk. Egyébként nem is nagyon tudtunk másról beszélgetni, csak a DXN-ről. Tehát annyira friss volt mindenkiben az élmény, meg a lelkesedés. Az öröm, hogy egyszerűen bárhova mentünk, mindenhol ugye a DXN volt a téma. És hát én igyekeztem kihasználni a lehetőséget, és mindenkivel külön-külön is és együtt nagyon sokat beszélgetni. Tehát ugye a Lankavi szálláshelyünkön volt például egy óriási kültéri medence, ami tényleg hatalmas volt és gyönyörű, ilyen színes bokrokkal szegélyezve, és amik belelógtak a vízbe, ilyen virágszirmok húztak ugye a víz felszínén. És hát ugye a magyar DXN csapat az nagyon sűrűn látogatta ezt a medencét, ugye ahogy Laci fogalmazott, a nagy testű meg indexű magyar DXN csapat az ugye bement a medencébe, és egy árnyékos helyen beszélgetett. Ugye akkor én zöldfülűként ott nem, nagyon sok mindenhez nem tudtam hozzászólni, viszont nagyon figyeltem. Nagyon figyeltem, ugye nagyon nagy volt ez a medence, de én körülbelül egy ilyen 5 méteres körbe tudtam úszkálni, mert ha távolabb mentem, akkor már nem hallottam, hogy a többiek jönnek.
ugye nem volt igazából ott semmiféle titok, csak nagyon sok mindenhez, akkor én még nem tudtam hozzászólni. De ez így ment egyébként végig, tehát amikor vacsorázni mentünk, hogy ebben a két hétben, akkor arra kellett figyelni, hogy minden este más mellé sikerüljön leülni. De voltak hosszú utazások, ezek ilyen 4-5-6 órás utak is voltak az országon belül, akkor is igyekeztem úgy helyezkedni, hogy azért mindig mindenkivel tudjak beszélgetni. Tehát amikor az egyik utazáson mondjuk a Józsi mellett ültem, akkor tudtam, hogy a következőn a Laci közelébe kell elhelyezkedni, és így tovább. És hát tényleg nagyon-nagyon tudni akartam a titkot, tudni akartam, hogy mitől sikeresek a magyar DXN gyémántok, és tényleg nagyon nagy elánnal próbáltam mindenkiből kihúzni az ő sikerének a titkát. És hát ugye ezt természetesen több-kevesebb sikerrel ugye végre is tudtam hajtani. Tehát amikor hazajöttünk, akkor én már a birtokában voltam úgymond egyfajta titoknak. Tehát viszont ez a titok, ez nem az a titok volt, amire én számítottam. Tehát én azt láttam, hogy igazából ezekben az emberekben nincsen semmiféle olyan szuperképesség, ami bárki másban ne lenne meg. Tehát azt láttam, hogy nagyon lelkesek, nagyon szeretik, amit csinálnak, dolgoznak, tehát folyamatosan ott van a fókuszuk. 0-24-ben a DXN-ről szól az életük, és igazából a sikerük titka az, hogy dolgoznak, hogy nagyon sokat dolgoznak ebben az üzletben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán itt a DXN-ben mi vagyunk azok, akik a legtöbbet költöttek arra, hogy kiderítsék a sikertitkát. Tehát azt mondjuk, hogy a sikernek mi titka, vagyis hát ez a titka, hogy nem a titkot kell keresni, hanem dolgozni kell, akkor talán ez tőlem egy kicsit hitelesen hangzik. Sok energiát és pénzt fektettünk abba, hogy ezt megtudjuk. Úgyhogy én tényleg azt tudom mondani mindenkinek, hogy dolgozni kell, akármennyire szomorúan is hangzik ez talán, vagy talán nem mindenki erre a válaszra számít, amikor a titkot keresi. Én is szerettem volna azt, hogyha van egy olyan titok, amivel ki lehet kerülni a munkát, de sajnos nincsen. Úgyhogy ez volt igazából a szuper konzultációnak a története, ez a két hét, ahol sikerült minden magyar DXN gyémánttal konzultálni. Köszönjük szépen. Azért ez egy elég erős elindítás, vagy nem tudom hány hónapja voltál akkor az üzletben, hogy hát két hetet a vezetőkkel együtt. Akkor 4 hónapja voltunk az üzletben, talán az 5. hónap volt január, amikor ez az utazás történt. Viszont utána, mikor hazajöttünk Malajziából, akkor azt hiszem, hogy talán 4 hónappal később sikerült is a gyémánt szint. Nem 3. Tessék? Nem 3. Lehet, hogy 3. Jó. Viszont ami biztos, hogy fél év sem kellett ahhoz, hogy vissza tudjuk fizetni az utazásnak az árát, tehát. Szuper. Mindenképpen nagyon-nagyon hasznos konzultációs út volt. Köszönjük. Szabi, köszönjük szépen, és végül is még egy vendégünk van, hogyha a terv nem változik. A világ másik végéről. Sziasztok! Át is adom nektek a szót azonnal. Ó, nézd meg, mi van rajtuk. Várjál, fogjuk nézni. Laciéktól és egy vásolódásról szól az üzlet, úgyhogy igyekeztünk mi is beszerezni egy ilyen, hát én csak... Beszereznék konkrétan ajándékba kaptuk, ez igaz, de még csak ilyen szúnyagúnyának hívjuk mostanában, de tényleg egy nagyon, nagyon kényelmes holmi. Nem vágja a hasamat például a kumi, tehát hogy jól lehet benne sokat. Jó, de nem arra való. Na mindegy. Először is, ahogy így hallgattam a Sanyit, így az jutott eszünkbe, hogy a Sanyi oda se jött hozzánk. Tehát, hogy mi annyira nem nézhettünk ki olyanoknak, akik ezt az üzletet meg akarják csinálni, vagy komolyan veszik, hogy igazából mellénk se ült szerintem az ott a két hét alatt, talán egyszer voltunk egy asztalnál. Bösves Pista, amikor elvette Andrát, akkor egy asztalnál ültünk az ünnepi asztalnál, és annyit tudtam meg tőlük, hogy vércsoport szerint étkeznek, és így néztem rá, hogy Isten az, vajon mit jelent, hogy vércsoport szerint étkeznek, és hogy nem ezt gyanús, a gyanús elemek voltak gyanús már akkor is. Gyanús elemek, kb. Egy sikerült beszélgetni.
De az tényleg, én meg arra emlékszem még, hogy az Évikét valamilyen csokoládéval sikerült megsértenem úgy, hogy én nem is tudtam róla, úgyhogy az Évi egy hétig nem is nézett rám se, én meg nem tudtam, hogy mi az oka, de valamivel, tehát hogy ezek az élmények maradtak, de arra utána emlékszem, hogy az utolsó két nap már, akkor a Sanyinak megváltozott az arca, és azt azért ott lehetett érezni, hogy valami történt, de az, hogy három hónapig... Senki nem gondolta volna, leginkább mi nem, mert mi is úgy voltunk azon az utazáson, tehát azon a Langkawi utazáson, hogy mi életünkben akkor voltunk először Ázsiában. És én győri gyerek vagyok, és én úgy nőttem föl, hogy nekünk úgy Győrbe akkor volt egy olyan városrész, ami nem hivatalos városrész volt, csak a győriek hitták úgy, hogy Ázsia. Na most gondolhatjátok, ez nem véletlenül volt ennek a neve, mert úgy nézett ki, és olyanok lakták. És amikor így először kiderült, hogy Ázsiába megyünk, akkor ezért ugye eléggé aggodalmaskodtam, egészen addig, amíg le nem szálltunk a repülőtéren, és ott ki volt írva, hogy azt hiszem pár évvel ezelőtt akkor az év repterelt az egész világon, kiléptünk, talán emlékeztek akkor ott egy nyeregvasút, amiről mit tudom én addig csak hallottam, vagy mit tudom én magazinokban láttam, hogy ilyen létezik, és olyan hihetetlen élmény volt. Ez a Sanyi sztoria volt, csak hogy ez nekem is úgy elindított egy csomó ilyen gondolatot a fejembe. Nekem az első ilyen gondolat, ugye mi a Lacival nagyon-nagyon régóta ismertük egymást az üzlet előtt is, és ezt itkin is azt hiszem nem győztük elmondani, hogy mekkora hálával tartozunk egyszerűen azért, hogy mi nem az üzletben kezdtünk el bízni egymásba, hanem már az üzlet előtt is, és hogy ez mennyire fontos volt, de hogy mennyire azért nem mindig tartja az ember ezt a dolgot, hogy amikor Laci szólt, hogy van egy üzlet, akkor természetesen gondoltam, hogy ezzel nem lesz gond. Amikor már megszervezett egy találkozót, hogy legyek ott, akkor eléggé gondolkodva estem, mert jó szél volt a Balatonon, ugye ez egy régi sztori, de hogy én nem vettem a fáradtságot arra, hogy a Balatonról fölmenjek Budapestre egy nyári, augusztusi estén, pusztán azért, mert hogy a Lacinak valami nagy bejelentése van. És valahogy úgy kezeltem ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen majd előbb-utóbb úgyis eljön hozzám, vagy eljut hozzám majd a hír. És ma azért én nagyon-nagyon bánom, talán ezt a döntést, hogy akkor ott nem mentem fel, mert nekem az első időszak a DXM-ből az arról szólt, hogy mindenről lemaradtam. Tehát, hogy a Józsiék mindenhonnan integettek, meg a Laci, és az első maláziai út, amilyen kihívás, és majd biztos voltam benne, majd biztos, hogy azért bekerülök valahogy, hát nem kerültem be. Akkor volt egy szingapúri utazás, ahová már ilyen nagyon komoly pontértékek kellettek, és ugye 200.000 pontérték felett, pedig akkor már nekiálltam dolgozni, hogy de jó lesz, meg úgy álmodoztunk róla, hát nem kerültem be, és nagyon érdekes, hogy nekem akkor azok a dolgok, hogy valamiről lemaradtam, azok nem vették el a kedvemet, mégpedig azért nem vették el a kedvemet, mert olyan nagyszerű emberek voltak azok, akik megcsinálták. A Lacék ugye egyértelmű, tehát ők a hátukon vitték a piacot az Anikóban, de hogy Józsi és Vali, az egy tényleg egy olyan példák voltak nekünk, soha nem, illetve azért amikor így magunk között voltunk, akkor erről már beszélgettünk, de hogy igazából nektek rengeteg dolgot köszönhetünk azáltal, hogy ti akkor olyan döntéseket hoztatok, mint amiről itt beszéltetek. Tehát, hogy ti nem csak a saját életeteket változtattátok meg azáltal, hogy 40.000 forint árut vettetek olyat, ami nem volt kéznél, hanem megváltoztattátok mások életét, köztünk a miénket is, mert hitet adtatok nekünk, hogy ez az üzlet működik azáltal, hogy ti megcsináltátok. És ezek tényleg akkor óriási élmények voltak, és nem felejtem el azt, amikor a megnyitó volt, és akkor úgy mentünk oda, és emlékeztek, még Dr. Lim egy hatalmas nagy limuzinnal érkezett a Lacival, és tényleg egy olyan élmény volt az a 300 fős, de az is csoda, hogy abból a 300 főből most hányan vagyunk itt?
akik mesélnek. Pedig mindenki mesélhetne ugyanezt a sztorit elmesélhetni akkor, amikor ott volt, de valahogy nem mesélték el. Tehát, hogy mi vagyunk azok, akik valamilyen okfolytán mégis megszereztük azt a hitet, azt a kitartást, beletettük azt a munkát, amiről a Sanyi beszélt. Tehát, hogy nekem például az ottani megnyitó volt még egy ilyen hatalmas nagy sztori, amikor a Dr. Lin megérkezett limuzinnal. Az a mai napig előttem van, hogy nem tudott befordulni a limuzin az utcán, és tolatgatott. Olyan mókás volt, amikor egy ilyen hatalmas limuzin oda-vissza a általunk a legnagyobb embernek vélt Dr. Limmel ott megérkezett. És talán még egy, ami így a Lankavihoz tartozik, ami nekem nagyon megmaradt az emlékeimben, hogy mi egy nagyon-nagyon jó csapat vagyunk. És azok az emberek, akikkel szinte akkor ott voltunk, együtt lélegeztünk, tényleg úgy szívtuk be a... Emlékeztek, ott volt az a rózsaszín virág mindig abban a medencében, Sanyi, amit beszéltél, ahová beültünk, mert ott volt árnyék, és akkor körbe ment. Amikor másodszor voltunk ott, akkor már valahogy kiirtották ezeket a virágokat, és én hiányoltam, és nekem nagyon-nagyon hiányoztak akkor, hogy nem volt ott, mert... Lehet, hogy éppen nem virágtak. Igen, tehát, hogy én annyira boldog voltam, hogy ilyen környezetben lehettem, mert soha, de soha nem voltam, és tégszem nélkül nem is jutottam volna el olyan helyekre, és még mindig megvan a kép, szerintem arról készült, és amikor a tündi így a kezemben van, benne a vízbe, persze csak azért, mert így könnyű volt, tehát, hogy a vízbe... Hogy azt éreztem, hogy az a két hét az egy óriási nagy boldogság, meg egy picit még visszatérve, mert az szintén a... Egy sztorit mondj. Ez mind az volt szerintem. Egyetlen egy dolog, mert az most megint nagyon-nagyon megérintett, hogy a megnyitón ott volt édesapám. És van egy közös kép, amikor a Jane-nel és a Dr. Limmel együtt van, és ugye ez a kép most, hogy így keresgéltük az előadáshoz, így előkerült, és akkor döbbentem rá, hogy úristen, ez a DXN milyen generációs üzlet, hiszen az édesapám csatlakozott a betegsége miatt a DXN-hez, hogy olcsóban meg tudja venni a ganodermát, és meggyógyuljon, és tulajdonképpen az ő üzletét vitték, és viszik tovább a jelen pillanatban a gyerekeink, és még nagyon elképzelhető az is, hogy majd az unokáink ezt az üzletet fogják tovább vinni. Tehát, hogy az, ami elindult 10 évvel, vagy 11 évvel ezelőtt, amikor még Marci 12 éves volt, most csak azért mondom el, mert itt van látom, hogy a döbbenetes az, hogy egy ilyen generációs üzletben vagyunk, és tényleg, amikor így az elejéről, vagy a nyitányról beszélünk, majd ez nagyon érdekes lesz ez a webkonferencia még 10 év múlva, úgyhogy Zoli, ezt most írd be a naptárba, hogy egy ilyen... Jó, jó. És akkor én nem szólalok meg többet. Ó, nyugodtan. Nekem ugye nagy sztoriaim a kezdetekről nincsenek, mert hogy a kezdetekben én a Krisztina körül 55 alatt töltöttem az éveimet, viszont amikor így gondolkodtam, hogy miről tudnék nektek mondani valamit, akkor az jutott eszembe, hogy én is találkoztam egyszer úgy a Lacival, hogy árut kellett átvennem, de én nem tudtam kimenni, mert annyira elfogadt ember voltam arra a helyre, ahova megbeszéltük, hogy majd elmegyek, hanem ő jött fel a Krisztina körúthoz, és akkor ugye kinyitotta szerintem akkor ez egy Volkswagen, valami egy légteres autó lehetett, pontosan nem emlékszem, de tele volt tömve áruval, és akkor én kaptam belőle, nem tudom, egy néhány táskányit, és akkor bementem a munkájára, és akkor kérdezik, hogy mi ez, és akkor én sem tudtam, hogy őszintelyek, persze, mert nagy kínai betűk, egy csúnya sárga dobozba, és mindenki néz, hogy ez micsoda, nem tudom, a férjem foglalkozik vele, de hát most vinnem kell haza, és akkor nagyon néztek rám, aztán néhány hónappal később azért rájöttem, hogy mi ez, és nagyon kínén éreztem magam, hogy még én is lekínálgattam azt a doboz, de hát na, az volt rajta, na, számomra ez egy kínai írás volt. És ami érdekesség ebbe az, hogy néhány hónap múlva meg lent voltunk a Balatonon, szerintem akkor még csak Star Agent, de akcentusan mondtam, ezt a Star Agent találkozó volt nálunk a Balaton, és a Laciék is megérkeztek, és egy ilyen hatalmas nagy Lexussal beállítottam, és mondtam, de úristen, néhány hónapja még egy
Volkswagen, nem tudom én, kitogatott ott nekem, most meg egy Lexusból szállnak ki, szóval teljesen oda voltam, és mondtam azt, hogy te Szabi, ugye te is foglalkozol. Komolyan. Nem ezt mondtad. Ugye, komolyan, akkor már mondtam, hogy komolyan csinálod, de nekem nagyon-nagyon tetszik. De neked akkor egy gyanús volt ez az üzenet. Ilyen gyorsan meg lehet belőle gondolni, ez gyanús. Én akkor láttam, szerintem az már olyan autó volt, hogy ilyen félig hibrid volt, és akkor így bekapcsolta, vagy elindult a Laci bele, és akkor nem volt hangja nekem, ez ilyen úristen, micsoda autó, prédeket. A másik sztorim az az, hogy akkor pontosan nem emlékszem, hogy megjöttünk Maláziából, vagy jöttünk Maláziából, de azon a környéken valahogy itt volt doktor, én mondjuk akkoriban sokat volt itt, ott, Magyarországon, és volt egy vezetői találkozó. És nekem éppen akkor diagnosztizálták a refluxomat egy ilyen nyelőcső gyulladással, és mondták ugye örök életre gyógyszerek, és hogy itt a lista, amit nem ehetsz, nem ihat. És mondtam azt mondjam, hogy hát ha olyan jó ez a cég, meg ezek a termékek, akkor azt megtennéje nekem, hát nem így mondtam nekem, könyörögve, és nagyon határozottan, hogy ezt a kérdést csak a doktor Limtől vagyok hajlandó elfogadni, vagy a válasz, hogy mit kell szednem, hogy elmúljon a refluxom. És akkor hangfelvétel van egyébként róla, mert a Szabi így is tette fel a kérdést, hogy a feleségem azt kérdezi, hogy és csak dr. Limtől. Én nem merek hazamenni, nem kapok meg a választ, hogy ez rögzítve van. És akkor ő rávágta, hogy oroszlán sörény. És néma csönd a teremben, és mondtam, hogy az micsoda. Ja jó, oké, akkor RGGL, és akkor egyébként elmondta az adagot meg mindent, és akkor gondoltuk, hogy na hát lehet, hogy van egy másik szer a refluxra. Utána persze aztán hamarosan megérkezett hozzánk is, egy néhány év múlva, de hogy egy nagyon-nagyon körülbelül 10-15 perces monológot tartott dr. Lim arról, hogy hogyan fog meggyógyulni az emésztésem, hogyha ezeket a termékeket szedem, úgyhogy teljesen meglettem győzve azóta, abban sem merem hagyni, mert hát ha visszajön, úgyhogy ez a két sztorim van. Dr. Limről még eszembe jutott egy sztori, és ez is a kezdetekhez tartozik. Azt lehet, hogy a Laci akarta elmondani, hogy amikor először kim voltunk Maláziában, akkor a dr. Lim meghívott minket vacsorára. És gyalog érkezett oda, emlékeztek a titkárnőjével, gyalog érkezett oda. És gyanús volt, hogy nekünk, de úgy mindnyájunknak, hogy a francba egy ekkora cég, egy milliómos vagy milliárdos cégnek egy üzletember, hogy érkezhet oda gyalog. És amikor befejeztük a vacsorát, meg mindent, akkor nem tudom, hogy a francba vettük rá a buszsofőrt, mert ugye az is maláj volt, ráadásul, mint kiderült, ugye a Dixon Toolsnak volt az alkalmazottja, tehát hogy Dr. Lim igazából a főnöke is volt valamilyen formában, hogy kövessük már, hogy merre megy, és nézzük meg már, hogy hol áll. Emlékeztek, és akkor két utcával ott volt a kocsia, de hogy maga a szemlélet és a filozófiai DXM-nek, hogy egyszerűen ő nem akarta éreztetni velünk azt, hogy ő több velünk. És hogy ez mennyire igaz ez a sztori, képzeljétek el, tegnap gátorán mindenki nyakig kinyalva, pucba, meg minden, és Dr. Lim lejött ebbe a ruhába. És úgy vacsorázott ott velünk, így adta át a díjakat, és nem is érdeklik a külsőségek. Egy biliárdos, aki vagy csiliárdos, most már nem is tudom, hogy a DXM milyen kategóriába tartozik, egyszerűen mindenféle külsőségek nélkül mentes, és tényleg csak az emberek érdeklik, és csak az, hogy hogyan lehet minél jobban, jobb terméket a piacra dobni, és hogyan lehet minél jobban kiszolgálni az embereket. Úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy élmény volt. Még egy sztori eszembe jutott, hogy amikor ugye a kezdetek kora a Szabi állt a rendezvényekre, akkor a Bíró Ancsi volt hát aki mindig elment vele mindenhova. Itt a Bíró Ancsi nincs. Mert ugye egyedüli lányként szólóban, ahogy ő mondta, fogalmazott annak idején, megfogta az Isten lábát, mert hogy ugye megpróbálta meggyógyítani a Szabi lábát, amikor műtötték őt. És na az a lényeg, hogy mindenhova Bíró Ancsival ment kettesbe. És amikor én először találkoztam dr. Limmel, meg az ő titkárnőjével, nem tudom már, hogy hívják, úgyhogy ezért elnézést. Biztos tudja, hogy hívták? N. Fennmúlt, igen. Igen.
Na, akkor ugye bemutatott a Szabi, hogy én vagyok a felesége, és így nézett rá, hogy a felesége az első felesége, vagy a második felesége? Meg így nézett rá, mi baja van ennek a nőnek? És akkor utána leesett a Szabinak, hogy ő valószínűleg azt hitte, hogy a Bíró Ancsi a Szabinak a felesége, tehát hogy akkor nálunk ez valahogy ilyen alakulhatott, hogy a kellemetlen az nekem volt, mindenki más röhögött ezen. Na, de visszaadjuk a szót. Hát, jó, keresünk a munkat. Biztosan jutott eszébe a többieknek is még erről a sztori, úgyhogy ne tartsátok magatokba, hogyha még... Jó. Hát nekem az jutott az eszembe, amikor a Tündi beszélt az előbb a Volkswagenről, hogy ez egy Mazda 5-ös volt egyébként. Tündi ugyanaz az autó, mint amivel Görögországba mentünk, mert azt kaptuk meg aztán a cégtől. De így kellett kinyitni, ez biztos. Nem, én még Passzátnak nyitottam a hátulját, én még szedtem ki terméket egy Passzátból is, arra emlékszem. Igen. Jó, javasolhatom azt, hogy a hivatalos rész zárjuk le, mégpedig azzal, hogy mivel ez az év utolsó dobantója, és mivel, hogy Spek Józsi belevitt engem a rosszba. A jóba. Egy pohár pezsgővel búcsúztassuk el az évet, és aztán zárjuk le a hivatalos részt. Oho, nézd, akkor a cég mellé sorban. És utána következik az after party. Az after party-n el fogom húzni a függönyt. Oké. És hogyha mindenki megígéri, hogy jól viselkedik és nem rögzíti, akkor még lehet, hogy olyan sztorit is hallunk, ami nem publikus. Várjuk meg a többieket. Ó, azt a mindenit! Ez aztán ez a csillár volt, ebbe biztos vagyok. Minél volt? Volt. Akkor a toastot mondja a Laci, vagy Anikó. Én most Dr. Linktől tanultam egy nagyon jó köszöntőt, mert volt ugye a Fülöp-szigeteken egy ilyen gyémánt vacsora, ahol megkérték Dr. Limet, hogy menjen fel a színpadra és mondja egy köszöntőt, és ő azt mondta, hogy egészségetekre. 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 Egészségetekre.